Vendégünk Gyémánt Balázs, aki hivatásos világutazó, és az elmúlt 10 évben a különböző országokban töltötte a karácsonyt, hogy hol, miként ünnepelnek, erről beszélgetünk vele. Szervusz, köszöntelek. Ez az a titulus, amiből mind a két szót értjük, csak szóval együtt nem. Hivatásos világutazó, én ilyet még nem hallottam. Ez mit jelent pontosan? De meg ha van ilyen, akkor pályát tévesztettem. Ha van ilyen, akkor itt ül előttetek. Néhány évvel ezelőtt egy magyar utazási iroda meghirdetett egy kampányt, ez volt a világ második legjobb állása, amit én nyertem meg, és az volt a feladatom, hogy egy éven keresztül utazzam a világot, és az élményeimről egy blogot készítsek. Balázs utazik a világban, ez a blogomnak is a cím, hogy Balázs utazik, és azóta a fizetésemet azért kapom, hogy utazzak a világban, és az élményeimet továbbítsam. Azért lett ez a világ második legjobb állása, nem, hogy előtte volt az, hogy valami Az Ausztrál Turisztikai Hivatal is egy ilyen kampányt csinált. A második legjobb állást kaptuk meg, illetve én, de azt hiszem, hogy mégis ez a legjobb állás a világon. Én biztos vagyok benne. Ítéled meg? Nagyon jó. Azért, mert az életem folyamatosan az utazásról szól, idegen vezetek. Folyamatosan úton vagyok. Az év felét nem itthon töltöm, amiben nagyon sokszor a karácsony is beletartozik. Uh-huh. Szándékosan egyébként karácsonykor elutazol, kipróbálni, hogy milyen máshol, vagy csak mindig így alakul? Vagy, tehát hogy ez tudatos, hogy máshol karácsonyozom? Teljesen tudatos, hogy máshol karácsonyozom. Néhány évvel ezelőtt, körülbelül 10 évvel ezelőtt a családommal befejeztük azt a hagyományt, hogy otthon karácsonyfa ajándékozás. A magyarországi stresszt, az ajándékvásárlási őrületet azt elengedtük, és helyette a család együtt utazik. Vagy belföldre, egy wellnesses hétvégére, vagy legtöbb esetben külföldre. És ez hihetetlen jó érzés, amikor az itthoni karácsonyi őrületet hátrahagyod, és tényleg a családoddal töltesz egy hetet, 10 napot, 2 hetet. Várjál, a családod esetben a szüleidet jelent, vagy, tehát még nem saját. Még nem tehát saját. Azért tolerálható az az életmód, mert ez még de gyerekkel, párral is lehet utazni a világban, és azt hiszem, hogy akik elutaznak karácsonykor, pont azért utaznak el, hogy az itthoni dolgokat elfelejtsék. Ha a család együtt van boldogan, és gondoljatok bele, milyen jó érzés mondjuk december 25-én kimenni a tengerpartra, Mikulás sapkában fürödni egyet valahol a trópusokon, a karibi részen, a tengerparton nem hóangyalt csinálsz, hanem homokangyalt. Pont egy ilyen képet láthatnak a nézők, igen. És a világ számos részén megtapasztalhatod azt, hogy milyen a karácsony. Bár a legtöbb esetben, akik karácsonykor nyaralnak, vagy telelnek, azok egy szállodában töltik az időt, nem egy családhoz mennek a legtöbb esetben, ahol persze megvan a karácsonyfa, megvan a chili-vili, megvan a jingle bells, meg a Mikulás sapka, de valahogy az ember elfelejti. Eszel egy jót, együtt van a család, ugyanúgy mennek a dilik, meg az összeveszések, csak nem a halászlé meg a pulyka vacsora felett, hanem mondjuk egy trópusi leves, vagy valami különleges étel felett. És utána megbeszélitek a dolgokat, mindenki ki a strandra, nincs ajándék, hanem helyette egy koktélra hívjátok meg egymást. Az úti célok vonatkozásában te magad ura vagy, ezt valaki... Megpörgetjük a földgömböt, és ahol éppen megáll, oda megyünk. Aha, ja, mint Lolka és Bolka. Általában olyan helyre szeretünk karácsonykor elutazni, ami messze van, amikor a télből kiszabadulsz, és egy meleg helyre tudsz menni. Hát akkor mondjuk nem a fagyos Szibériába töltitek a karácsonyt, hogy télből még telebbe, hanem... Igen, én azt sose értettem, mondjuk miért megy valaki a hidegből a véghidegbe. Viszont van olyan, aki mondjuk Magyarországon nem tudja megtapasztalni azt az igazi karácsonyi hangulatot, amit a mesekönyvekben elképzelünk. Nem feltétlenül kell a trópusokra elmenni, el lehet utazni mondjuk skandináv területekre is. És akkor ott megkapod a sarki fényt, megkapod a száncsengőt, a rénszarvast, esetleg ellátogathatsz Rovaniemibe, Finnországba, az igazi Mikulással találkozhatsz. Tehát aki azt a klasszikus karácsonyi hangulatot keresi, annak ott van az északi vidék. Nekem a sarki fény az bakancslistás. Te ez a kép, ez viszont nem Skandináviában készült. Ez a kép, ez Perúban készült, ez december 25-én volt, amikor ott a karácsony nem úgy ünneplik, mint nálunk. Nagy fesztivál van, folkról ruhákba kimennek az emberek, és felvonulnak. Ez Limának a főterén készült, és nagyon izgalmas volt az, hogy ők így ünneplik a karácsonyt. De vannak olyan kultúrák, ahol mondjuk északon, azt hiszem az észteknél, ők családi szaunázást tartanak. A karácsony este szaunázás van. Mi a legkülönlegesebb, vagy azt mondod, hogy a legfurcsább ilyen karácsonyi élménye, tradíció, amivel találkoztál?
Az egyik legkülönlegesebb karácsony szerintem Japánban van. Japánban nem karácsonyoznak a vallás miatt, de az a nyugati őrület az elérte azért Japánt is, az ajándékozás meg a dekoráció az megvan, és karácsony este a japánok egy csirkét áruló gyorsétteremláncból hozzák a kaját. Én ezt hallottam, de azt hittem, hogy csak és valami hoax, vagy nagy ilyesmi, családi ez ünnepség az az, hogy ebből a csirkés gyorsétteremből a papírdobozos csirkeszárnyak meg a sült krumpli az asztalra kerül, és bár ez nem egy drága étel, de mégis ott a családi összetartás valahogy a csirke vacsora jelenti. Nem, csak arra voltam kíváncsi, hogy te teljesen profi utazás szervezővé váltál ez alatt? Tehát, hogy most már annyi gyakorlatot, tapasztalatod lehet? Én idegenvezetőként dolgozom. Ez is a hivatásos világutazásnak a részem. Magyaroknak mutatom meg a világ különleges pontjait, leginkább Észak-Amerikát, vagy a Karibi térséget, vagy Dél-Kelet-Ázsiát. Az utakat nem én szervezem, hanem hazai utazásirodák. Én vagyok az, aki az élményekkel megtölti a helyszíneket. És emellett persze a saját útjaimat, meg a családi útjaimat mi szervezzük, és sikerült már jó pár tapasztalatot szerezni, amit sokszor a blogomon, a Balázs utazikon meg is osztok. Amikor elutazol, nem hiányoznak az itthoni tradíciók? Szóval persze érdekes megismerni más kultúrákat is, de azért, hogyha 10 éve folyamatosan ugye máshol töltöd a karácsonyt, akkor nem vágysz egy kicsit arra, hogy azért mégiscsak itthon állítani egy saját fát esetleg, vagy megfőzni itthon az ételeket? Hogy most itt előtte ennyi elég is belőle. Amióta a nagymamák már nincsenek velünk, azóta nem hiányzik ez a karácsonyi őrület. Uh-huh. A család együtt van, hát ami az ünnepnek az üzenete, hogy együtt legyél és együtt töltsd az időt, az megvan. Habár idén nem utazunk el karácsonykor, csak pár héttel később, ez most egy kivétel lesz, és igen, összejön a kis család, a szűk család, és majd főzünk, ajándékozás nincsen, megnézzük gondolom valamelyik klasszikus filmet a tévében, iszunk egy finom karácsonyi bort, és utána mindenki megy a dolgára, és várunk arra, hogy pár hét múlva elutazzunk közösen. És bocsánat, csak úgy záró kérdésként, ezt a tradíciót saját családdal is, tehát amikor úgy értem, hogy feleség, gyerkőc esetleg, hogy akkor is szeretnéd továbbvinni, hogy elutaztok, vagy akkor inkább már itthon tervezed majd a karácsonyt? Nem tudom, beszéljünk erről néhány év múlva, hogyha ez de akkor valósággá hozzánk és válik. Irigylem a Balázs, úgy imádok utazni messzebbre, hogy ezt sem látom érezni. Mi tart vissza? Semmi, tehát én megyek, tehát fényt kapok, felébredek egy szerda reggel, hogy mennem családdal kell. Családdal együtt tessék útra kelni, és legyen az a családi tradíció, hogy nem otthon a nappaliban ünnepeltek, hanem mondjuk valahol a világ közeli vagy távoli pontján, de együtt vagytok. Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál és mindezt elmondtad. Köszönöm szépen, Balázs.